És úgy látszik, hogy Ronhár egyelőre otthon, elől viszont Lorenz, hát van akkor előnye, van akkor a tempó előnye, hogy bizony-bizony még szórakozzon egy picit. Ronhárral megérkezik mellé, és szerintem minden ezt nehéz lesz levédekezni, de Ronhár nem hagyja magát, hiszen tudja, hogy az első helyért zajlik a küzdelem, egymás mellett ők ketten. Össze is ér a két autó, és Ronhár nem adja magát, Lorenznek meg kell dolgoznia, és már azt hittem, hogy ki fog esni a McLaren versenyzője, brutális volt, amit Ronhár művelt. Hát feltette a falra azt a McLarent eléggé szépen.